A mandaláknak nem csak esztétikai szerepük van, pozitív hatással vannak az ember lelki békéjére és spirituális tudatára is. Nem kizárólag kör alapú, de minden esetben a külső és belső világ mindenséget fejezi ki. Szabályosan ismétlődő mintázatai serkentik az ember energiáit. 60 darab ilyen színpompás alkotás látható Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben. A Kállai gyűjtemény már évtizedek óta, legalábbis egy 10 év óta felvállalta azt, hogy bemutatja a megyében, városban tevékenykedő olyan amatőr, már profizmus felé hajazó művészeket, akinek a munkásságát érdemes megismerni. Volt ilyen Kosta Zoltán, Révész Géza, Horváth Tünde, akik fotózással vagy éppen bőrrel foglalkoztak, és most Petris Erika Mandala alkotásaiból lett a tátható egy kiállítás. Petris Erika mindig is szeretett rajzolni, de a tanulmányok és a munka más pályára terelte. 8 évvel ezelőtt azonban visszatalált a régi szerelemhez, 1 évvel ezelőtt pedig megalkotta az első mandaláját, ami olyan hatással volt rá, hogy azóta is folyamatosan alkot. Vászonra, akrilfestékkel, pontozott festéstechnikával. Egy ilyen 40x40-es a legnagyobb, ami mandala képet hoztam, annak 40 munkaóra. Tehát ezeket én szerkeztem, én sablont nem használok, én rajzolom elő annyit, hogy az átlókat, a köríveket, és akkor a motivumok menet közben alakulnak, és hát ugye ezzel a pontozásos technikával minden egyes kis pöttyöt külön mártva a festékbe, tehát úgy készítem el, és itt azért pihenni is kell a szemnek közben, mert főleg metál típusú festékekkel dolgozok leginkább, azok ugye visszaverődnek, és annyira azért fárasztják a szemet, úgyhogy másfél óra után kell egy 20 perces pihenő, akkor ezt a kis rácsos szemüveggel a szemizom tornát el kell végezni, hogy utána lássam a köríveket, hogy hova kell a pontot tenni, mert annyira picikék ezek a pöttyök, hogy akkor hibázna az ember. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Kállai gyűjtemény emeleti kiállító termében. A másik oldalon továbbra is látható az új szerzemények tárlat, de a múzeum dolgozói már készülnek a következő első-második világháborút bemutató kiállításra és az adventre is.